Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! A 19. forduló az NB3 Tisza csoportjában. A miénk ellenfele pedig az Ibrány, és hát nagyon sok érvem van amellett, hogy miért kellene mindenképpen megnyerni ezt a mérkőzést a Szatmár Unió csapatának. Miközben a vendég Ibrány kezdte el, ők játszanak fehérmezben a mérkőzést, szóval az első indok, hogy ősszel Ibrányban, miután vezettek a miénk 1-0-ra, azután hát valami elképesztő játékvezetői baklövéseket követően mi kettős ember hátrányban, 2-1-es vereséggel fejeztük be azt a mérkőzést, és hát nyugodtan elmondható, hogy a játékképe alapján akkor ott hát minimum, hogy nem érdemeltünk vereséget, ez egyik indok, de ennél az indoknál is nagyobb érv, hogy az Ibrány csapatának 18 pontja van a bajnokságban, és egyel kevesebb mérkőzést játszottak, mint a miénk. A Szatmár Unió pedig 22 pontos, az Ibrány a 11., a miénk a 9., a kettő között csupán a Baktalóránt háza van. Szóval ez egy olyan 6 pontos mérkőzés, hát az ilyen 6 pontos meccsekből lesz nekünk bőven most a tavasszal szinte minden meccsünk az, de mondjuk ezt ezen kívül még, ami biztosan ilyen élethalál mérkőzés lesz, az a Hajdúszoboszló és a Létavértes. Ez is jó, Kostea jól vette át a labdát, két induló ember, Kostea nagyon jól játsza meg, és most tovább, ott van Kostea előtt, meg kell tolni! Hát Kostea nagyon rutintalan volt, Kostea ott elesik, az 11-es. Ezek jók, ezek a gyors támadások, még akkor is, ha most sikerül kereszteznie, hiszen sokkal jobb helyzetben volt. A vendégek 6-os a Kántor. Ez így jó, ott a teljes ígyszer, ott a lövés, gól! Micsoda védő, ami hiba, kérem szépen. De minket ez nem érdekel, mert Steff elé került a labda. És Steff góljával megvan a vezetés. Az első félidő 19. percében. Nagyon jó a labda, és ezzel a gólszerző Steff mehet a jobb oldalon. És megy is, most lehet talán indítani, Steff behúz középre, átjátszik a hosszúra, remek labda. Sajnos elment a lába alatt éppen Tóthnak, de Tóth még begyűjti a labdát. Tóth ível be középre, nagyon jó, ott a fejes mellé! Micsoda fejes és micsoda beívelés Tóthtól, kérem szépen. Nagyon éles ez a szöglet, és benn van! Öngóllal 2-0-ra vezet a Szatmár Unió, és a játékvezető még valamit nézeget is. Talán a messzámot. Szerintem öngól. Na hát kérem szépen, a legszebb álmaink szerint alakul ez a mérkőzés. A vendégek ötös számú játékosáról. Na akkor Hruska lett a gólszerző, az öngólszerző. Szatmár Unió Ibrány 2-0! Szóval megvan a 2-0-ás vezetés, ami mondom még egyszer a legszebb elképzeléseinknek felel meg. Nem is egy, hanem két gólos az előny. Még itt az első félidőben én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó válasz arra, hogy ez a csapat nem csak idegenben, hazai pályán is remekül fog szerepelni itt a tavasszal. És ez is nagyon jó labda, mellel tovább, ott a 16-oson belül a belépő ember. Nagyon jó a visszagurítás! Te! Ádi, Ádi, kirugás. Márton. Mély a... Új, az igen! Hát kérem szépen, behullodhatott volna Márton lövése, fölismerte, hogy a szél bizony támogatja. Na most jöhet akkor az a bizonyos harmadik szögletrugás. Ha második gólnál bejött, akkor most is mondom, hogy ha már egy hármat lőnénk egy fél idő alatt, akkor tényleg minden izgalom elillanna a második fél időből, de nem baj, nekünk most az eredmény számít igazából. Vigyázzunk erre, ugye hányszor és hányszor látjuk, hogy szögletből az ellenfél gólt rúg, és kinn a kapus, na kérem, ezzel mi lesz? Jó van, nem bántottuk a brazil játékost, aki elgurítja a labdát, bemegy a kapuba, nem? Nem, kérem szépen, nem! Micsoda mentés, te jó ég, góllal ért föl! Hát mit hagyott ki az a fiú? Hát ilyet még ritkán látni. Elképesztő. Ég egy lövés, levágódik, és elmúlt a veszély. Rebegio. Közben Kostea, mekkora labda jobb oldalra, ez igen, Steff az első gólt szerző, egycsel, ott a lövés, megpatta 3-0. Steff két góljával, megvan a harmadik.
Hát ez hamar ment. Ezzel nagyjából eldölt. A harmadik találat szerzője, Steff Adrián, ezzel Szatmár Unió FC, Ibrány 3-0! Na kérem szépen, 3-0 és rögtön cseréhez készülődik a vendég együttes. Jön a beívelés. Ez is a miénk lesz, úgy tűnik. Hát úgy látszik, hogy az ellenszél az a miénket nem zavarja, itt csoda fejes, kérem szépen, nem, hogy nem zavarja, hanem még jobban támadunk, mint amikor hátulról érkezett a támogatás az égiektől. Hát ez van, amikor a csapat jó, jobb, mint az ellenfél, akkor nem a szél számít, hanem a tudás. Az Ibrány úgy van vele szerintem, hogy többet már kapni nem akar. Rúgni meg lehet, hogy nem tud, micsoda játék, kérem szépen, beközépre is két piros mezes közül az egy szem fehér mezes találták meg, kéz. Costa, nagyon jó! Lágy volt a fejes, de Kostya nagyon jól tette oda az ötös vonalára a labdát. És Kostya, de szépen ment el, üres a bal oldal! Kostya, passzolni kell, Kostya! De inkább egyedül megy, még mindig... Húha, ez piros lap, kérem, ez piros! Nem kérdés, hogy ez piros lap, azt gondolom, hogy ha bíró, jó bíró. Utána rugott Kostyának hátulról, nagyon csúnyán is, természetesen Kató Gyula piros lappal kiállhat, ez nem kérdés. Tóth lő, nagyon jó lövés mellé. Hogy ide jó labda a jobb szél, ez igen. No most lehet becenterezni Barbarovics Júnak, ott a lövés, gól. Ott a negyedik. Ott a negyedik. Steff lőtte ezt is. Hát kérem szépen Mester 3-as Stefftől. 24. perc, 4-0. Annyiban Homoki megszerzi a labdát, sikerül azt kiemelni. Kostya, Homoki, hát ez rossz. Uha, megvan a labda, Oprea, na ezzel talán el tud indulni, Oprea, még így is jó. Ez egy nagyon jó passz, és ott a helyzet, Barbolovics jó szöglet. Hát mindenből helyzet van ma. Nagyon jól játszott a csapat. Én azt hiszem, hogy ilyen játékkal mindenki ellen van esély, van komoly esély, a győzelem, Radu egy picit most könnyelmű volt. Nem tudom, ezzel volt talán az első rossz megoldása. És lefújja a bíró, nem értette Rebege, azt hitte szabálytalan volt, de nem. Azt jelzi a játékvezető Veres János, hogy 4-0-ra nyer a Szatmár Unió az Ibrány ellen. Nagyon jól játszottak a miénk. Köszönöm a figyelmet. Két hét múlva ismét NB3-as bajnoki itt Fehér Gyarmaton. Ez a meccs, ez egy kiváló meccs volt, kiváló 3 ponttal, és mondhatjuk azt, hogy kiváló időben. Köszönöm a figyelmet, és hogy velünk tartottak, a viszontlátásra, a viszonthallásra.